Augusztusban találkozott Matteo Salvini olasz miniszterelnök helyettessel Orbán Viktor. Ő az én hősöm. A miniszterelnök a szélsőséges olasz politikussal új európai szövetség felépítéséről tárgyalt. Az a dolgunk, hogy minél több magyar és olasz szavazónak a szimpátiáját össze tudjuk gyűjteni, hogy egy új Európát. Éppen ezt követelte mai cikkében a kormánypárti Magyar Nemzet. Azt írják, elérkezett az idő, hogy a Fidesz befejezze a megalázó egyezkedést az Európai Néppárttal. A lap úgy véri, a Fidesznek egy útja maradt, az új szövetség útja. Orbán Viktor és a Fidesz lépjen ki az Európai Néppártból és kössön szövetséget Matteo Salvinivel, az osztrák Szabadságpárttal, valamint a lengyel kormánypárttal. Az európai parlamenti választás közelettével érthető a kampányláz, a türelmetlenség és az izgalom fokozódása. De ami most kell, az csigavér, higgadság. Így reagált a lap cikkére a miniszterelnök az MTI-nek. Az Európai Néppárt tagjai kívánunk maradni. A miniszterelnökséget vezető miniszter a délelőtti kormányinfón megerősítette, maradnának a néppártban, de ha kizárják őket, az se nagy baj. Nekünk szerintem semmilyen kárt nem okozna, legalábbis népszerűség tekintetében szinte biztos vagyok, hiszen azért legyünk őszinték, a Magyar Nemzet azt az igényt fogalmazta meg ma a vezércikkében, amit úton útfélen én is hallok. Feledi Botond külpolitikai szakértő úgy látja, nem véletlenül született a cikk. Egész biztos, hogy a Fidesz előkészít egy olyan B-forgatókönyvet, amelyben bármilyen módon is, de szakításra kerül sor a néppárttal. Tehát erre az esetre a politikai kommunikációs terepet felkészítik. A szocialisták szerint már nem Orbán Viktoron múlik, hogy a Fidesz a néppárt tagja marad-e. Orbán Viktor kinyilatkoztatta azt, hogy nem azt kell figyelni, amit mond, hanem azt, amit csinál. És én megfordítom ezt a dolgot. Itt nem arról van szó, hogy a Fidesz ki akar elépni az Európai Néppártból, hanem arról van szó, hogy az Európai Néppárt ki akarja zárni. A szocialisták matricákat ragasztanának a néppárt által is kritizált Soros Juncker plakátokra, de nincs sok idejük. Bár a miniszterelnök korábban azt ígérte, hogy március 15-én Jean-Claude Juncker fotóját Franz Timmermansra cserélik le, aki az európai szocialisták jelöltje az Európai Bizottság elnöki tisztére. Gulyás Gergely ma a kormányinfón azt mondta, hogy a plakátokat a kormány családvédelmi akciótervének hirdetései váltják majd le. Kéri Barnabás, RTL Híradó, Budapest.